Sziasztok! Most bemutatom nektek a kicsi pulykáimat, hogy kezelem, úgy, ahogy nagymamámtól tanultam. Nagymamámnak bevált, sok pulykát tartott, 10, 15, 20, 25 pulykája is volt, és ő nem inekciózta, nem adott ő semmit se a vízükbe, sem nem vakcinálta semmi, és mégis rengeteg egész csorda pulykái voltak nagymamámnak. Most bemutatom nektek, hogy hogy csinálom én is úgy, ahogy láttam nagyanyótól. Na gyertek ide, kicsi pulyások. Egyet elkaptam. Így. Gyere, állj meg, na állj meg, állj meg, állj meg, állj meg. Egy kicsit barbárnak tűnik a módszer, de inkább, mint hogy lebetegedjenek. Na gyere itt. Állj meg, no. Miért vagy ilyen volt, no? Állj meg, állj meg, állj meg, állj meg. Puj, 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 puj. Kész, 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 kész. Láttátok? Szemes borsot adok a szájukba, fekete szemes bors. És nagymamám úgy csinálta, hogy adott egyes szemes borsot borst nekik minden nap, és utána belemartotta a lábait, akkor ne picoljuk, na, kék szeszbe. Nem oda kell. Ne legyetek rossz félék, te! Kincső, kérek egy borst, szemes borst. Itt van a borst. Hát meg nyom, ne legyen vad te is. Eddig tartom, hogy ki ne jöjjenek. Itt! Megvan! Figyelj! Állj meg, no! Állj meg, no! Ezt jól van. Következő. Állj meg, no! Kincső, adj egy szemborst. Jól van. Megettetek? Megettetek, Raki? Mi? Megettetek? Jó, oké? Megette? Elmeg no. Elmeg no. Itt. Ide belené. Ez egy kisebb. Kérek a szembúst. Itt van. Ez volt. Állj meg, no! Jó. Következő. Nagymamám mindig így csinálta, és neki mindig rengeteg pulyája volt. Kicsi pulyája rengeteg volt, kérek egy szemet. És nem voltak neki soha betegek, szentsia volt. Mondom, hát ez 20-25 éve. Megette, meg. Nem vakcinálta, nem. Tehát nem azért mondom. Állj meg, na! Nem azért mondom, ki hogy akarja, úgy csinálja, de... Én betartom a nagymamám módszerét, hogyha neki bevallott. Semmiféle antibiotikum, semmiféle antibiotikum nélkül, és semmiféle, akkor nekem miért nem állna be, kérdem én. Hát nem, nem azért mondom, ki hogy akarja, úgy csinálja. Én úgy csinálom, ahogy láttam nagymamámtól, és ez egy bevált dolog. Tehát tudom, egy kicsit nehéz, barbárnak tűnik.
Ez az, szemfekete bús. Két hétig minden második nap adok, és bele kékszeszbe. Rendes kékszeszez. A lábukat ugye sem feltétlen, csak még egy maradok. Gyere ide, no! Jaj, be gyors vagy te! Kérek egy szembús. Ez az, pick up tete, pick. Összeság. Ez. Jó. Megvan. Akkor most ügyesen visszarakjuk őket. Na. Na, bújjatok, menjetek, hamar. Hamar. A mosztra került a határ. Fedelből nem baj. Nem baj. Bújjatok be oda a szénába. Jó száraz sarjú van nekik, hogy ne fázzanak. És most... most következik az étel, amit adok nekük. Ahogy láttátok, adtam a kicsi pulyáknak szemesbúst, bemartottam kékszeszbe a lábukat, én így láttam Gyimesi nagymamámtól. Nála a pulykák nem dögöltek, egész csorda pulyka volt, 15-20-25 szép nagy egészséges pulyák voltak. És én ezt a módszert követem, most vannak vakcinák, antibiotikumok, vitaminok. A másik véleményem ezekről az egész dologról, nekem a pulykából nem kell, tehát nekem nem kell 3 hónap alatt, tehát 12 hetesen, vagy mit tudom én, nekem legyen 6-7 kilós pulyám. Nekem elég, ha rendesen nő fel, óvatosan fél éves korában, 8 hónapos korában legyen 6-7-8 kiló, én nem erőltetem a növését. Na, én úgy csinálom, mint nagyanyám. Főzök minden nap nekik tojást, meghántottam a tojást, s lereszellem, egyszerűen imádják. Szépen próbáltam, hogy összemózsoltam a kezemmel, de nem jó, mert csak olyan félénkek, mert itt most kamerásom van, s minden, hogy nem mernek kijönni, de mindjárt megmutatom nektek, hogy hogy eszik. Nagymamám is mindig áztatta a főtt tojást nekük. Na, az egyik már kifutott. Egyik már kifutott, nincs türelme. Kicsi pulyások, gyertek ide, no. Gyertek ide, kicsi pulyáskáim. Gyertek ide. Főtt tojás, minden nap 2 főtt tojás, 8 darab van. Ez. Na, így. Még egyet szépen. Nagymamám így csinálta. Nem inakcióztat se semmi. És még metelinkéket se tett a vízükbe, vagy ilyesmi. Egyszerűen hagyományosan növelte őket. Nem csinált különösebb dolgot. Neki a különbség köztem és köztem, nem olyan között, hogy ugye volt sok tehén, volt 5-6 tehén, volt táj, és amikor csinálta nagymamám a sajtot, volt úgy, hogy édes sajt, tehát amikor csavarta ki, és azt ott adott nagymamám még nekik, ami nekem nincs, mert ugye én tehént nem tartok, nem vagyok abban a helyzetben, de a tojást azt így láttam, tehát így láttam nagymamámtól, és én ezt tettem. Puj, gyertek ide, kicsi kény! Puj! Nehogy szeretik. A takarmány, amit adok nekik, az bábolnai. Pulykának való bábolnai. Nehogy szeretik. Puj, egyétek a tojáskát, egyétek! Egyétek a tojáskát, hogy nőjetek. Nagymamám is így csinálta. És mindig szép sok pulykája volt. Puj. Igaz-e, milyen szépen esznek, gyerekek? Látszik-e Norbika? Belátszik-e hozzá? Kicsi pulyások. Úgy szeretik a tojást.
Pulyáskáim. A kicsi pulyások, hogy szeretik a tojást. Itt van Gülü, amint lássátok, az apjuk. Gülü soha nem kapott vitamint. Igaz-e, Gülü? Nem adtam én neked vitamint, se semmit. 9 kilós. Gülü 9 kilós vitamint nem kapott. Lássátok-e, igaz, hogy egy éves. Éves a legényem. De, oppá! De, lássátok-e, milyen szép nagy. Igaz-e, Gülü? Nagy vagy-e, mi? Igaz-e? Mi? Nem kaptál te vitamint. Fügyes, megnőttél. Igaz? Na, a tojó is akar jönni ki. Állj meg, na, állj meg. Állj meg. Gülü, mindjárt visszaengedlek, mindjárt. Na, légy le. Fel vagy élvasztva? Na, nézzél kicsikét. Igen. Gülü, nincs felvasztva most. Ne. Nem akkor a Gülü. Fel lehet ülni a hátára. Állj meg, Gülü. Gülü, ne menjál, no. Állj meg, na, légy tülelem már. Állj meg, no. Állj meg, no. Jól van, jól van, jól van. Most nem engedett ki az órodat. Mi? Állj meg, no. No. Gülü. Gülü 9 kiló. Soha életében nem látod. Csak vegyes darát kap, Gülü. Vegyes darát. Igaz-e, Gülüké? Nem lehet felidegesíteni, mert most meg van lepődve, de... Na, hova akarsz mászni? No, hova mászol? Gülü, gyere ide, no. Gülü, gyere ide. Megy a veteményesbe. Nagy benni megy a veteménybe, az Istenre kérlek. Gülü, visszahajtlak, gyere, no, gyere, Gülü. Gülü, 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 gyere, gyere, szépen visszaengedlek, jó? Na. Jó, Gülü, jó? Gülü, ne rongálj! Na, sziasztok! Még teszek fel videót a kicsi pulyákról, és Gülüről, és pulyáról. Ennyit akartam.